Napi 2-3 edzéssel készül az NB2 tavaszi folytatására a Gyirmót FC. A játékosok az ünnepek alatt sem pihenhettek teljesen. Orosz Mártonék egyénre szabott felkészülési tervet kaptak, hogy az alapozásra jó állapotba kerüljenek. A játékos keretben nincs változás, Sisa Tibor vezetőedző szerint ennek a fő oka, hogy a nyáron alaposan kicserélődött a keret nagy része. Nyáron nagyon nagy változás volt. 10 játékos távozott, 11 érkezett, tehát nagyon megváltozott a csapat. Az edzők nem szeretik az ilyet, de ugye ez szükségszerű volt. Megfiatalodott a keretünk, 25 éves átlag életkor lett, és ugye nagyon fontos volt, hogy most olyan játékosokat, egy koncepcióváltás történt, olyan játékosokat igazoltunk, akik fiatalok, jövőben mutatóak, olyanok, akik majd az idézőjelben összeállt csapat, mert azért úgy gondolom, hogy ez most már egyre inkább össze fog érni, az NB1-es célt ugye el tudja majd érni, 2 év alatt tűztük ki ezt. Én úgy gondolom, hogy tényleg egy jó gerinc alakult ki. A Gyirmót FC jelenleg az NB2 8. helyén áll, de mindössze 4 pontra marad el a 3. Siófoktól. A gyirmótiak a bajnokság rajtja előtt több felkészülési mérkőzést is játszanak, az elsőt január 29-én a Sopron ellen, februárban pedig Horvátországba utaznak edzőtáborozni Sisa Tibor tanítványai.